Andy Serkis színész a Telét Shovban gúnyolódott az éppen Ukrajna ellen háborút folytató Putyinon. A Telét Shov vid Stephen Colbert vendége volt Andy Serkis. Miután Serkis zseniális szinkronszínészként 132 különböző karakternek kölcsönözte a hangját Peter Jackson a Gyűrűk ura trilógiájában, Stephen Colbert megkérte őt, hogy mutasson be párat a legismertebbek közül. Andy Serkis az alábbis látható videóban éppen azt magyarázza, hogy csak úgy tudta megjegyezni a különféle karakterhangokat, hogy mindegyik esetében más-más távolságból és irányból tartotta a fejét a mikrofonhoz. A Gyűrű rabjává vált Gollamnál például a benne harcoló két jellemet, a régi énjét, Sméagolt és a már megbabonázott, gonosz énjét, Gollamot, a mikrofon két oldaláról formálta meg. A műsorban ezt prezentálta is a nézőknek, de nem a filmekből vett szöveggel, hanem az orosz-ukrán háborúra reflektálva, Putyin orosz elnök bőrébe bújtatta a figurát. A jelenet a videóban 3 óra 30 percnál látható. Magyarul pedig nagyjából így hangzik. Gollam volt az egyik oldalon, Sméagol a másikon, akarjuk. Szükségünk van rá. Kell nekünk Kijev. Nem drága szágom, szankciókat fognak alkalmazni. Szankciókat? Szankciókat, drága szágom? Ha bármit tesznek, rájuk szabadítjuk a poklot is. Andy Serkis egyébként az új Batman film promóciója kapcsán járt Steven Colbertnél. A Gyűrűk urából készülő új sorozatban, a The Rings of Power-ben nem fog szerepelni. Még több kultúra a Facebook oldalunkon, kövessen minket!